A Magyar Honvédség 37. második Rákóczi Ferenc műszaki ezredének katonái érkeztek csütörtök délelőtt a gyulai kórházhoz a kialakult járványügyi helyzet miatt. A kötelező előszűrés miatt az épületbe való bejutás ideje egy kissé megnövekedett, a másfél méteres távolság betartásával pedig rendszerint az utcafrontig ér a sor. A Békés megyei központi kórház kérésére ezentúl egy időjárás álló sátor védi az ideérkezőket. A kórházba érkezők körében az volt tapasztalható, hogy már mindenki eleve maszkban közelíti meg az épületet, a legtöbben pedig odafigyelnek a járványügyi szabályok betartására. Mindenre, ami csak létezik, mindenre, a vírus ellen védekezünk mindenre, hogy én nem tudom más csinálni. Mi ezt meg elhiszik, hogy van vírus, hogy van. Az egészségügyi intézmény bejárata előtt felállított sátor egyrészt az eső elől is jól véd, másrészt szeres időben is menedéket jelenthet a várakozás ideje alatt. Alapvetően ez a sátortelepítés, ez a kórház megkereste a honvédséget, hogy segítséget kért, hogy az időjárási viszonyokra való tekintettel itt a bejáratnál, ha sorban állnak a esetleges paciensek, tudjuk őket óvni a időjárásról. Nyilván bent van a kórházban a szeparálás, ahhoz nyilván nem tudnak egyszerre beengedni annyi embert, hogy tudják kezelni az összes beteget. Tehát időjárási viszonyok ellen telepítjük ezt a sátrat itt. A csütörtöki akció nem az első példa arra, hogy a Magyar Honvédség saját sátrai telepíti kórházak elé. Korábban ez már megtörtént a közelben Orosházán és Deszken is a Szentesi Műszaki Ezred segítségével.